Köszönöm szépen, tisztelt közgyűlés, tisztelt megjelentek. Egy 81 éves nyugdíjasnak a levelét szeretném felolvasni. Az, hogy ez mennyire közügy vagy nem közügy, ez mindenkinek a saját ízlés dolga, hogy eldöntse. Egy olyan 81 éves idős hölgynek a levelét szeretném felolvasni, akinek szintén a Questorból lopták el a pénzét, és Questor károsult. Emiatt ebbe a haladott korban már olyan elfoglaltságai adódnak ismét, hogy nem tud részt venni ezen a közmeghallgatáson, tehát felolvasom a levelet. Annál is inkább itt Kecskeméten minimum 3000 ember regisztrációink szerint jelentkezett, aki Questor károsult, nagyjából és az ő elmondásaik szerint 10-12 000 kecskeméti polgár esetéről, helyzetéről van szó, íme tehát a levél. Három a magyar igazság, mondja a közmondás. A harmadik alkalommal fordulok segélykiáltással sokunk a Questor károsultak nevében egy tisztelt ház falai között, végső elkeseredésemben, intézkedési és döntési ügyekben illetékes vezetőinkhez. Mindenki annyit ér, amennyien van, idézem a klasszikusokat. Az életünkben tisztességes munkával mi is értünk el valamit, de embertársaink, országos vezetőink segítségével semmivé, senkivé tettek bennünket. Tehát most mi ennyit érünk. A Questor károsultak nevében szólok. Tudják, tudniuk kell jelenlegi helyzetünket, a kormány és annak alattvalói segédletével idézték elő. Egyszerűen a pénzünket ellopták. Nem vagyont, nem kötvényt, a pénzt. Kérjük, ezt adják vissza, mert a csalók, rablók az emberek, ismertek, keresni sem kell őket. Elsősorban a legvételenebbek, a leghátrányosabb helyzetbe kerültekről szólok. Például azok a kisemmizettek, akiknek 0 forintot jeleztek vissza az elszámolásról való tájékoztatóban. A fiatalabbak, akik takarékoskodtak lakásra, családalapításra. Az idősebbek, a nyugdíjasok, a károsultak 89%-a lakás, rezsiköltség fenntartására, nehezebb élethelyzetük, betegség, gyógyszer, orvosi ellátásra takarékoskodtak, mert erre nagyon kell, hiszen mire időpontot kapnak, arra koporsót is rendelhetnek. Megtapasztalhattuk Magyarországon, a vezetői minden munkaterületen, főleg pénzügyi, pályázati, alapítványi helyeken, a vezérek, barátok, rokonok, vagyis a csókosok gazdagodnak meg. Magyarország a haramiák hazája, a korrupt gazember, vezetők és holdudvarukba tartozó barátok hazája, akik bűnszervezetekben közreműködnek az őket támogatóikkal. Megalkuvó haszonszerző, a kisembereket kiszipolyozó vezetőink vannak az élet minden területén, ipar, mezőgazdaság, föld, kereskedelem, közlekedés, vasút, sport, foci, pénzügyi intézetek, alapítványok, oktatás, kultúra, egészségügy, igazságszolgáltatás, rendőrség, ügyészség, bíróság, stb. Egy szóval mindenki, aki számít. Ők a vezetők. A saját maguk érdekében megalkotott törvényekkel a mi megnyomorítóink. Például, amikor lekezelnek bennünket. Szijjártó Péter azt mondta a 168 millió forintos házának megvásárlásakor, idézem. Tehetek én arról, hogy nekem olyan szüleim vannak, akik segítenek bennünket, gyerekeiket. Testőrre tréfásom, vagy jó helyen fialtatta a pénzét. Ő, Szijjártó, nyilván fel sem fogja, nem a butasága, hanem a természete miatt, hogy ezzel a kijelentésével mennyi szülőt megsértett. Én is kijelöltem, voltam, s vagyok, sőt hozzám hasonlóan sokak olyan szülők, ha ő, Szijjártó és társai nem lopják el az életem 81 év tisztességes munkájának megtakarítását, én is, mi is a gyerekeinket támogathattuk volna. De így, megjegyzem, csak később derült ki, hogy ő mennyi pénzt tudott időben kivenni saját és a kereskedő házét a Questorból. Köztudott, ő törvénytelenül tartotta a minisztérium a kereskedőház pénzét a Questorban.
súgtak neki, vagy utasították pénzkivételre. 3,8 milliárd forint sikerült neki, nekem nem, sőt, sok hasonlónak sem. A mi pénzünket, az én pénzemet pedig a Questforban 15 éven keresztül használták, kamataival, hozamával együtt üzérkedtek, tőzsdésztek is vele, majd a broker bedőlésénél vagy előbb a sajátjukat hazavitték, százalék levonás nélkül, kamattal, hozammal együtt kivették. Nekünk maradt a cső, az azóta romló idegállapot, az életünk utolsó időszakának megkeseredése, megrövidítése, bizonytalansága. Hány szegény, egyszerű, becsületes ember munkájának megtakarításain gazdagodtak meg? Ezek. Nem ők, ezek. Ezek a felelős vezetőkkel együtt. A bennfentesek. A törvény szerint börtönben a helyük. Minő különleges szám? 333. A bírósági tárgyalások megindulásával megkezdődtek a kiviszivárogtatások is. Megtudtuk, a szerencsések között vannak kecskemétiek is, de kevesen, akik március 9-én az utolsó napon jutottak hozzá pénzükhöz. Mérnök, jogász, bíró, ügyvéd, orvos, tüzértulajdonos, vállalkozó, lakásszövetkezeti szolgáltató. Az ország más területeiről Questor alkalmazottak, gépkocsi vezető volt minisztériumi dolgozó 200 millió forint, nyersz és fia 440 millió forint, stb. Ők március 9-én jutottak a pénzükhöz, míg másokat, minden rendben van, nem kell izgulni szöveggel, elküldtek. Sőt, március 10-én, 10-en ki tudták venni a pénzüket, vajon kik ők? Hogyan? Ezek után nekünk, a bajban maradottaknak mennünk kell mindenhova, a lelki ismeretünk kötelez. Ha a saját hazánkban nem megy tisztességes úton, a végsőkig megyünk tovább. De mi lesz azokkal a károsultársakkal, akik március 9-e előtti héten orvosi gyógykezelésre szánt pénzüket lepapírozva a brokernél előkészítették a kiutalást úgy, hogy március 9-én hétfőn mehetnek felvenni a pénzt. Helyette március 9-én hétfőn reggel ezt a telefon értesítést kapták, tekintsék tártalannak. Vagy az a károsult, aki eladott házának az árából a most megvett lakás árát akarta rendezni, előzően hasonló ügyintézéssel nem sikerült. A sajnálatos ügynek a házaspár egyik tagjának öngyilkossága vetett véget. Fentieket üzenjük tisztelt vezetőinknek is, Orbánoknak, Matolcsik, Rogánok, Szijjártók, Poltok, Farkasok és kitömött tarsolyok. Azt mindenki tudja, mi is, kik a főbűnösök. Azonban félő, hogy az első helyre tett főbűnös szellemi fogyatékosnak minősítik, s felmentik a büntető eljárás alól. Mert Magyarországon ezt is lehet. Mert Magyarországon minden megtörténhet. Miért van Magyarországon különbség ember és ember között? Miért értékesebb ember, például Habony, Rogán, Vajna, Farkas, stb., mint mi? Persze tudjuk, a közösből megkopott vagy ellopott pénzösszegekkel rendelkeznek. Magyarországon szinte minden munkaterület egy-egy bűnszervezetet alkot. A hibákat a statisztika miatt takargatják. Elsémítják, titkosítják. A lakosságot félrevezetik. Ezért következhetett be a Questornál és a többi magyar pénzintézetnél bankbroker a pénzügyi tragédia, mert a csalást, lopást, hazugságot felerősítették, törvényesítették. Az ellenőrzés hiányát a Questor és a Nemzeti Bank részéről tarsoly és bandáit összejátszásával kihasználták. A pénzünket eltüntették. Egy lapon. Utána reagálok rá. Nekem dolgom lenne félbeszakítani az urat, mert ez nem helyi, de én úgy döntöttem, hogy hagyom, hogy végigmondja, és nem akarom, hogy azt mondhassák, hogy belé folytjuk a szót. Azért, mert ez tudomásunk szerint kérem, több mint 10 000 embert érti. Legyünk türelemmel, ez a 4-5 ember mindig eljön a nyilvános meghallgatásokra, elmondja. Ezzel is mutatjuk azt, hogy semmilyen titkolnivaló nincs, hogy elmondhatják. Én elmondtam nekik, hogy a helyi ügyekben lehet megszólalni, nyilvánvalóan nem helyi ügy,
Az úr nyilván ezt értette, mégis elmondja, hagyd mondja végig, várjuk türelemmel, és utána folytatjuk a munkánkat. Tessék! Köszönöm, annál is inkább részletem mondani, hogy a korábbi felszállásunk alkalmából ígéretet kaptunk polgármester asszonytól, hogy eljár az üggyel kapcsolatban, és a mai napig nem kaptunk semmilyen választ, ezért vagyunk ismételten itt. Ha megnyugtató választ kapnánk, esetleg a pénzünket visszakapnánk, soha az életben nem látnának bennünket, itt meg aztán végképp nem. És akkor befejezném a levelet. Nem érdekel bennünket, hozzák vissza a pénzünket. A pénzt azt vitték haza legkönnyebben. Zárolni kell a bűnösök családjainak összes vagyonát, prés alá kell helyezni a famíliát, vagyonával együtt. Ezekre alkossanak törvényt. Egy országban a korrupció erőssége mutatja meg az erkölcsösséget. Az MNB jelenlegi működése most is ingatlan vásárlásokkal, alapítványok működtetésével, intézmények építésével foglalkoznak. A szakemberek véleménye szerint törvénytelenül. Zavaros, magánéleti témákkal is terheli a szak és közéletet. Mérgezik a közhangulatot. Mindezeket közpénzen. Meddig tűrjük még? Ezért kérjük mindazok, akik igazságérzetükkel is felelősséget éreznek a károsult betétesekért, továbbá a gyermekeinket, unokáinket, akiknek meghagyjuk örökül, hogy ne engedjék ennek a kormánynak a mocskát lemoshatatlanul ránk égetni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Eddig a levélet. No, hát... Az ilyen jellegű politikai hozzászólásnak semmi köze nincs a helyi közügyekhez, ezt erre próbáltam utalni, semmilyen, nem tudom, milyen célt akarnak elérni. Így van. Bocsánat, szóval. Igen, önök is a választói, de ez a közmeghallgatás az a helyi közügyekről szól. Van más forráson, önök ezeket elmondhatnák. Ott kellene, hogy elmondaniuk, de itt ennek nincsen helye, értsék meg. Én is megszegtem a jogszabályt azzal, hogy nem szakítottam félbe önöket. Azért szegtem meg, hogy nem mondhassák azt, hogy el sem mondhatják. De kérem értsék meg, hogy ez nem az a fórum. A következő hozzászóló Apró János. Ezt is egy mondatot szeretnék hozzátenni. Mi megkerestük a parlamenti képviselőinket, meg elmondtuk neki, hogy milyen problémáik vannak, és semmivel nem álltak velünk szóba. Soha a parlamentbe szót nem emeltek értünk, azért próbáltuk legalább a polgármester egy szinten lentebb menni, vagy meg a városi képviselőinket, mert egyszerűen hiába mondjuk el a problémáinkat, nincs az a fórum, akik ezt meghallgatnák, vagy érdembe lépnének. Ezért vagyunk itt. De mi se tudunk ebben segíteni, most utána nem fog a közös képviselőjehez menni még egy szinten lent, mert ő se tud segíteni, értsék már meg, hogy ezen a fórumon nem tudjuk ezt a problémát megoldani. Csak az időt veszik el.